I thought it was all around good game. We had our ups and downs. Obviously, second period came out and let them get one right away. But for the most part, I think we played a pretty good game, and obviously it showed on the scoreboard, so we're happy. Yeah, definitely. Obviously, we just played three in Romania and didn't do too well. It's hard when you're short bodies. So yeah, it was good to get that win for those guys and for the team as a whole. It was really cool to see. Towards the end of the game, actually, we saw their fans leaving and our fans staying. So it's, we really appreciate our fans for that. I mean, I love it here. I think most guys can say the same thing. That's why people stay here for so long. You know, it's a great place to be and good organization. So I'm really enjoying it. Játszottak srácok összedrótozva, és sokat sérültünk. Ugye vannak eltiltottjaink. De ki tudtunk állni négy sorra, ami nagy segítség, és itt szerintem a végén látszódott és a kifizetődött, itt frissebbek tudtunk maradni, mint az eddigi meccseken, és itt a végén tudtunk lőni egy jó pár gólt, amivel tényleg eldöntöttük ezt a párharcot. Azért még látszódik, hogy a játékot tekintve nem vagyunk itt teljesen a gödörből, én azt gondolom, látszanak olyan hibák, ami ugye a fáradtságból is adódhat, és a nem teljes koncentráció, ugye a fejben fárad először az ember. De hogy a szívünk a helyén volt, ez teljesen nyilvánvaló, és ezzel tudtuk orvosolni, hogy ha még a lábak nem is olyanok, meg a kezek, amit szeretnénk. Ugye azt is hozzá kell tenni, hogy nem januárban kell olyannak lenni a lábaknak, meg a kezeknek. De hogy a szívünk a helyén volt, és csapatként küzdöttünk, csapatként funkcionáltunk, hajtottunk egymásért mindenki, aki itt volt, sőt még a srácok is, akik nem lehettek velünk itt voltak bíztatni, vagy nem játszottak, itt voltak velünk egy csapatként, és ez egy nagyon nagy erő, és ezért tudtuk ezt a párharcot eldönteni. Nem menjünk el szó nélkül a szurkolók mellett sem, nem először volt tele a vendégszektor itt Újpesten idén. Igen, ez mindig óriási, és tényleg, hogy ugye azt is jó látni, hogy tényleg amikor kellenek, mert most elég nehéz helyzetben voltunk lélektanilag, és abszolút számíthatunk rájuk, és komoly lökést adtak. Nehéz helyzetben is kijöttek, tele volt a vendégszektor, és búzdítottak minket, és ezt meg is tudtuk hálálni, azt gondolom, hogy ennél jobb kombó nincsen, pláne Újpesten, szóval nagyon kellenek a nézők, és nagyon örülünk, hogy még egyszer mondom, hogy ilyen pici gödör ellenére is ezt így együtt össze tudtuk hozni.